Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Zepi vagyok, és ez itt pedig a Kocka Zóna csatorna. Aki esetleg nem ismerné a csatornát, annak röviden annyi, hogy hárman gyártjuk a videókat, pontosabban a Viktor, Tuna és én. A videó elején még elmondanám, hogy Ryan Twitterre posztolta, hogy miután bejön az új frissítés, nem lesz kineket vásárolni, csak amikor a shopban járnak. Így valószínűleg többször lesz skin offer, és kevésbé lehet benézni azzal, hogy megveszel a skint, amit másnapra só bedob fele annyiért mindenkinek. Az is kiderült, hogy Tick Star Power-ének a neve Valoild. És ezzel az is kiderült, hogy ez nem Kald új Star Power-e, az övét a videó másik felében megtudhatjátok. Most pedig tisztázzuk a Star Power-eket, amiket biztosra tudunk a nyári brótolkból. Elég keveset mutattak, de azokat viszont pontosan ki lehetett következtetni névvel és tulajdonságokkal. Annyi fontos, hogy ezeket mind úgy vegyétek, hogy itt csak Star Power-ökről beszélünk. Ellie a Band-Aid, és ő egy sárga töltő bárt kapott. Ezáltal nem lehet tudni pontosan, hogy hogyan, de healelni fog, nevéből adódóan is. Colté a Magnum Special, és itt valószínűleg gyorsabb betöltése vagy hasonlóra számíthatunk. Brocky eléggé játékváltoztató, mivel övé a Wreck-It No For, ami 4 töltényt jelent. És ez így most a helyes, mivel a rakéta vetőjébe is 4 fér, és eddig csak 3-at tudott lőni. Carly vagy a Rolling Reload, vagy a Protective Pirouette. Ez nem teljesen biztos, de ha jól láttuk a felvételeket, akkor ő a Super Évvel át tudja törni mostantól a falakat. Lioné az Invisible, ami azt jelenti, hogy ha a szuperét használja, akkor 600-at hílel, de nem lehet tudni, hogy mennyi időnként. Pokóét nem tudtuk megfejteni, hogy vajon melyik lehet, és itt meg is oszlanak a vélemények, mivel nem tudják az emberek eldönteni, hogy itt Barley öli meg-e a Pokóhoz futó Dynamite-ot, vagy pedig a Pokó a szupere benyomásával, vagyis a hílelésével ölte-e meg. Itt mivel egyszerre lövi ki a Barley is, és a Pokó is a lövedékét, ezzel nem lehet eldönteni, de elképzelhető. Jean-A valószínűleg a Healing Shade, ha a szupere keresztül megy a csapatársain, akkor őket híleli vagy 800-zal, vagy 1600-zal. Ezt azért nem lehet egyébként eldönteni, mivel nem látszódik, hogy teljesen átmegy a szupere a két csapattársán, és amikor kettő nagyon közeli pontból damage-el egy karakter, vagy heal-el, akkor azt a számot sokszor össze szokta adni, de inkább a 800-ra tudnék tippelni. Ennek a 7 brawlernek biztosra tudjuk az új Star Power-ét, kivéve Kálnak és Pokónak. Kövessetek be Instagramon is minket gyorsabb infókért, a link a leírásban található. Csekkoljátok le nézői klubjainkat, a Cube Zone-t és a Cube Zone 2-t, amiről külön videókat is készítettünk a csatornán. Hamarosan találkozunk, sziasztok!